40 millió lejes pályázatból újítják fel a Csíkszereda központjában lévő megyeházát. A 80-as évek végén épült 4800 négyzetméter alapterületű épület restaurálási munkálatai várhatóan 2026. júniusára fejeződnek be. Több mint 40 millió lejes pályázatot nyert az országos helyreállítási alapból Hargita megye tanácsa székhelye felújítására. A munkálatot nagyban befoglalják az alagsorban a garázsokat, stb. Tehát az alagsortól egészen a tetőszerkezetig, az energetikai rehabilitációját az épületnek, tehát külső szigetelés, nyilászárók, villamossági rendszer, belső víz, meleg víz, fűtés rendszereknek a rehabilitációja, és mellette még a gyűléstermeknek is a hőszigetelése, amit tudunk, hogy egy belső udvar van, és a tetőszerkezete annak egy külön rész, tehát azokat is rehabilitáljuk. Hargita megye tanácsának elnöke szerint egy kibővülő hatáskörű, nyitott intézményé fog átalakulni az épület a felújítást követően. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a megye legnagyobb és legkiteljesedtebb inkubátorháza, tehát ne csak a gazdasági életet, hanem a civil szférát, a közigazgatást, az élet különböző ágazatainak a szervezésében nyújtson segítséget, mindenki érezze magát itthon, otthon ebben az épületben. A munkálatok megkezdése előtt konzultálni fognak a lakossággal is a terveket illetően, így például lehetőség lesz beleszólni abba is, hogy milyen szint kapjon a Csíkszeredai megyeközpont legnagyobb épülete. A felújítási munkálatok várhatóan 2026. júniusára lesznek kész.